Itt éppen a szőlőszüretelő kombájn gyűjti be a cselszegi fűszeres szőlőt. Ennél a technológiánál a gép egy gyűjtőedénybe rázza a szemeket, ezért ennél az eljárásnál fontos a szemek érettsége is. Ám nem minden szőlőfajta alkalmas a gépi szüretre. A Riesling Silvani például inkább kézi szüretet igényel, és ebből van a legtöbb a 3-as határhegyközség területén. Ezek az asszonyok is azt szedik éppen, az idei szőlő minőségében kiváló, ám a hideg tél miatt a mennyiség a tavalyi alatt marad, mondta Nagy János, a 3-as határhegyközség elnöke. A fajták közötti fagytűrő képesség most megmutatkozott. Ilyen tekintetben összességében azt lehet mondani, hogy egy olyan 20-25%-kal kevesebb a szőlő, mint az elmúlt években. Ez főleg a fehér szőlőkre vonatkozik, illetve a korai illatos szőlőkre. Ilyen sajnos az írsai olivér is, amit előbb említettem, tehát őnála akár 40-50%-os terméskiesés is van. A későbbi érésű szőlők, sardoné, illetve a kék szőlők talán nem sérültek ilyen mértékben. Nem csak a hideg, hanem a nagy kánikula és az aszály sem tett jót az ültetvényeknek. A szüret időpontja is évről évre egyre korábbra tolódik, a változó időjárásnak megfelelően. Ráadásul a szőlő és borfogyasztók által kedvelt szőlőfajták is változnak. Az utóbbi pár évben a korai illatos szőlőfajták, mint például az írsai olivér, egy nagyon közkedvelt szőlőfajta lett, amiből nagyobb felületeket telepítenek a gazdák, és ehhez hasonló még a cserszegi fűszeres is. A megtelt konténert a hegyközség telephelyére viszik, ahol az előfeldolgozás is történik. A mérést követően vagy tovább értékesítik, például cefre formában, vagy ami mostanában gyakori, a borász személyesen nézi át, hogy mely termésből szeretne később bort készíteni, egyre több ugyanis a nagyipari feldolgozás helyett a kézműves borászkodás.